nincs Európában olyan ország, nincs Európában olyan könyvesbolt, ahol ne találkoznánk mind a mai napig, akár ezen a napon is, ebben a pillanatban is Szabó Magdának legalább egy művével. Hasonlóképpen örültem annak nagyon, amikor néhány hónappal ezelőtt az év elején a világ egyik legfontosabb napilapja, a New York Times, amit milliók olvasnak minden túlzás nélkül, egy hosszú cikkben éltette az Abigail akkor megjelent angol fordítását. Ugyanígy a mai napon, a születésnapon rettetesen büszke voltam, amikor jó reggeli szokásomhoz híven elkezdtem a telefonon görgetni a Facebook híreit, és láttam azt, hogy Londonból Szabó Magda angol fordítója küldött nekünk, debrecenieknek is egy üdvözletet a születésnap alkalmából, és persze emlékezett meg a számára annyira kedves írónőről. Ugyanígy néhány perccel később azt láttam, hogy Olaszország legfontosabb online irodalmi portálja is hosszú cikket szentelt Szabó Magdának, egy kiváló olasz írónő tollából. Büszkeségre azt hiszem, hogy bőven van okunk ilyen módon debrecenieknek, és egy picit irigykedem is a dócisokra, hiszen ők külön büszkék lehetnek arra, hogy nyugodtan mondhatjuk, városunk jelen pillanatban külföldön legismertebb személyiségéhez ilyen szoros szálak fűzhetik mindannyiukat, az oktatókat és a diákokat egyaránt. Én egykori Tóth Árpádosként ugyancsak nem szégyenkezem, hiszen nemrég emlékeztünk Téreire Jánosra, aki pedig a TÁG diákja volt. Azt, hogy a 20. századi magyar irodalom két ilyen kiemelkedő, nyugodtan mondhatjuk, korszakos alkotója, debreceni gimnázium neveltje volt, Debrecen neveltje, Debrecen szülöttje volt, ez minden debreceni számára nagy büszkeségre ad okot. Természetesen azok számára, akiknek ilyen módon, mint például a közös alma mater, még szorosabb kötődésük van, azt gondolom, hogy ezek a szálak és ez a büszkeség csak még erősebb tud lenni. De természetesen nem elég büszkének lennünk arra, hogy Szabó Magda ennyi élményt adott nem csak a magyar olvasóknak, nem csak a debrecenieknek, hanem a világban olvasóknak a tízezreinek is, hanem hálásnak kell lennünk azért, hogy ezt megkaptuk tőle, ezeket az értékeket, ezeket az élményeket megkaptuk tőle, és hogy neki köszönhetően Debrecen neve ennyire jól cseng, ilyen jól ismert szerte a világban. Most azért vagyunk itt, hogy a hálánkat lerújjuk és az emlékének adózzunk, de természetesen ez sem elég, akkor emlékezünk jól, és akkor vagyunk igazán hálásak, és ezt a büszkeséget akkor éljük meg jól, hogyha együtt dolgozunk azon, akár úgy, mint a Dóci a Matula napokon, akár mi Debrecen megyei jogú városa különböző programokkal, kezdeményezésekkel, hogyha éltetjük tovább Szabó Magda emlékét, és ami még fontosabb, éltetjük tovább azokat az értékeket, amelyeket ő közvetített irodalmi munkásságában, és amelyeket minden bizonnyal mindannyian magunkénak tudunk. Ennek a jegyében kívánok Önöknek kellemes Matula napokat, és invitálom Önöket arra, hogy értessük együtt Szabó Magda emlékezetét és életművét.